Sziasztok, Kovács Jenő vagyok, 17 éves. Labdarúgást az 2011-ben a Glória tesében kezdtem el. 8 évet fociztam végig. Utána 2019-ben kerültem a Városgazda utánpótlás akadémiához. Ott egy évet futballoztam, és onnan kerültem 2020-ba ide a Pénzügyőröséhez. A posztom az belső védő, illetve jobbvédőt is szeretem. Milyen lábas vagy? Jobb lábas vagyok. Erősségemnek érzem a gyorsaságomat és a magasságomat, illetve ki tudom használni. Hány centi vagy? 192. Az remek. Az MLS U19 csapattal remekül szerepeltek, pont veszteség nélkül vezettek a tabellát. Beszélj ezekről a meccsekről. Igen, nagyon örültünk, hogy veszteség nélkül le tudtuk hozni a szezon első felét. Melyik mérkőzés volt az, amire a leginkább pozitívan emlékszel vissza? Hát én a BVSC elleni mérkőzésre emlékszem. Mm-hmm. Ott nagyon küzdött a csapat, hajtott, és sikerült megnyerni. Belső védőként játszottál általában ezekben a meccseken? Hogy látod, hogy a bajnoki címért melyik csapat lesz a legnagyobb ellenfeletek? Hát, hogyha mondanom kellene, akkor a Soroksárt mondanám, illetve a harmadik kerületet. Ugye mondtad, hogy a Városgazdából kerültél ide a Pénzügyőrhöz. Úgy tudom, hogy itt az MLS U19-es csapatnak az öme az onnan jött át a Városgazdából. Igen, az szinte az egész csapat onnan jött. Néhány mérkőzéssel lehetőséget kaptál a Pénzügyőr második csapatában is játszani. Milyenek voltak ott a benyomásaid? Jók voltak a benyomásaim. Jó volt egy magasabb szinten kipróbálni magam, és egy ilyen jó erőfelmérő volt. Most pedig itt a tél folyamán, hogy elkezdett a felkészülés, az első csapatunkkal készülsz, és az eddigi két felkészülési mérkőzésen szóhoz is jutottál belső védőként. Mit szólsz ehhez? Hát nagyon örültem, amikor mondták, hogy elkezdtem a felkészülést itt az egyes csapatnál. Jók az edzések, jó a közösség. A két edzőmérkőzésen is elég jól szerepeltem, azt hiszem. Elégedettek voltak az edzők veled? Úgy hiszem, igen. Mik a céljaid a labdarúgásban, illetve itt a Pénzügyőrnél? Hát, itt a Pénzügyőrnél az egyes csapatnál erős kerettagnak maradni, megnyerni a bajnokságot. Távolabbi céljaim pedig akár NB2, NB1-be feljutni. Hát így legyen. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és további sok sikert köszönöm kívánok. Szépen.